Sziasztok, Juhász Roland vagyok, nézzétek az NSO TV-t, és szurkoljatok a válogatottnak! Elutazott a törökországi edzőtáborba a magyar labdarúgó válogatott, amely péntektől egy héten keresztül az NB1-es klubok által is kedvelt Belekben tréningezik. Pintér Attila szövetségi kapitánya hazai és a külföldi klubok vezetőivel egyeztetve 35 fős kerettel vágott neki a túrának. Nem várhatja el senki, hogy egy válogatott, nem tartunk ott, hogy egy válogatott két nappal a mérkőzés előtt találkozik, és minden úgy történik, ahogy mindenki szeretné. Úgyhogy nagyon, nagyon hasznosnak tartom az idáig eltöltött összetartásokat, illetve remélem, hogy nagyon hasznosan fogunk hazatérni Törökországból, és sok olyan dolgot tudunk átvenni, ami a játékunkban nagyon fontos, és ahhoz, hogy szervezettek legyünk. A kapitány eddig januárban háromszor kétnapos összetartásokat vezényelt a csapatnak Telkiben, ezúttal 7 nap áll a rendelkezésére kiváló körülmények között. A szakmai stáb legalább egy, jobb esetben 2 edzőmérkőzést tervez külföldi csapatok ellen, hiszen az egyik cél, hogy idegen együttesek ellen is felmérjék, hogyan sikerült megvalósítani mindazt, amit az elmúlt hetekben gyakoroltak. Sokakkal ellentétben én azt gondolom, hogy ők nem tudják, hogy mit lehet felépíteni 2 hét alatt vagy 1 hét alatt. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenig remélem, hogy el fogunk tudni jutni. Megvannak azok a dolgok, amit a 6 napba belefért, azokat a tárt ismételve az egymás mellett játszóknak a mozgását, mind támadásban, mind védekezésbe, illetve a labdaszerzéseinket, hol szeretnénk a labda visszaszerzést azon a labdavesztés után el tudunk futni egy olyan folyamat végére, hogy egy egységes védekezésbe fogunk tudni indulni támadásba, illetve mind támadásban, mind védekezésbe. Pintér Attila már az 1. januári összetartáskor elmondta, hogy 2 havonta kíván egyeztetni az NB1-es klubok edzőivel, és bár jelenleg Belekben több csapat is edzőtáborozik, nem tervez külön taktikai értekezletet. Amikor hazatérnek a csapatok az edzőtáborokból, és még elkezdődne a szezon, akkor szeretném összehívni, de ez nem zárja ki azt, hogy a kint lévő csapatokat meglátogatom, hiszen fognak játszani edzőmérkőzéseket, megnézem ott kint őket, és természetesen, hogy a kollégákkal beszélünk, hiszen ahhoz, hogy a magyar labdarúgás még jobban előrébb jusson, ahhoz kommunikálni kell egymással, és azt gondolom, hogy erre ott kint esténként szerintem megismer lesz a lehetőség. A külföldön futballozó válogatott kerettagok Bogdán Ádám, Lackó Zsolt és Vadóc Krisztián Törökországban csatlakoznak a csapathoz, amelynek Pintér Attila napi 2 edzést vezényel.